Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit újra itt a Belemenés, egy eddig talán nem nagyon látott, vagy legalábbis régen látott felállásra, Pár Tamásra és Sellei Zoltán örülök itt, én Víg Martin vagyok. Sok témánk van mára, beszélünk majd egy kicsit a magyar férfi bajnokságról, a válogatott keretről, természetesen az Európa Liga és a bajnokok ligája mérkőzésekről, és végül egy furcsa, vagy hát legalábbis elsőre meglepőnek tűnő átigazolásról is, úgyhogy kezdjünk is bele gyorsan a menübe. A bajnokság ból ezúttal néhány érdekesebb eredményt szemeltünk ki. A Veszprém 34-26-ra verte a Plert, úgyhogy egyébként a budapesti csapat kifejezetten jól tartotta magát, és meg a második fél időben is volt, hogy X körül mozgott az eredmény, és amit itt azért még ki lehetett emelni, hogy Aaron Pálmárszon már pályára lépett, és ez majd később a Plock ellen sem volt másként. A Szeged egy nehéznek ígérkező meccset nyert 38-29-re a Győr ellen, Miklán Roli remekül védett, ez is azért előre utalt már a hétközi eseményekre, és ami talán még egy érdekes szál lehet itt, hogy a Tatabány ezúttal pontot bukott a Balatonfüred ellen, két remek kapus teljesítmény, Széke Marci 34%-kal, Dorian pedig 40%-kal védett, így jött ki az X, úgyhogy a Tatabányának ismét bekerült egy botlás a bajnokságban, de ez talán még azért beleférhet. És akkor nem teljesen időrendi sorrendben haladva, de még itt a rövid témák között megemlíthetjük a válogatott keretet is. Teljes négy sort most nem olvasnám föl, hiszen nagy részt azokkal a játékosokkal találkozunk, akikkel eddig is, de azért van meglepetés. Ugye rögtön itt a kapuban láthatjuk Nagy Benedek nevét, aki debütál majd a felnőtt válogatottban, viszont nem látjuk Miklán Roli nevét, ami ugye érdekes annak függvényében, hogy Roli beszélt arról, hogy adott esetben vállalna a VB-t, de talán olyan konstrukcióban már nem, mint ahogy ugye az olimpiát, meglátjuk, hogy ez mondjuk egy végleges búcsú lesz-e, vagy ő még visszatér a válogatottba, és ugyanilyen módon Lékai Máté sincs, viszont Lukács Péter az Elverumban remekül teljesítő magyar játékos ott van a keretben, úgyhogy van néhány változás, hogy látjátok, egyértelmű ebből a keretből, hogy Csaba most már végleg a generációváltás mellett döntött, vagy ugye most még csak két Európa-bajnoki selejtező jön, Szlovákia és Finnország ellen, és lehet, hogy majd azért a VB-n más keretet fogunk látni. Tomi, induljunk tőled. Sziasztok, köszöntök mindenkit. Először is azt gondolom, hogy logikusnak tűnhetne, hiszen egy új olimpiai ciklus kezdődik, tehát alapvetően magyarázhatná a generációváltást. Én mégis azt érzem, hogy itt, ahogy a múltkor is volt egy ilyen próbálkozás, hogy úgymond egy fiatalokból álló, kvázi egyfajta B-keretet is megnézett Csema. Úgy gondolom, hogy most lehetőséget szeretne adni azoknak, akik úgymond egy picit így periférián voltak. Gondolok itt az általad említett Lukács Pepére, vagy Nagy Benedekre, akik egyébként jó formát mutatnak saját csapataikban, játszanak is, és itt egyébként megmutathatják magukat, ami talán egyen jobb konstrukció, mint amikor annó Dusebájev például bevetette Faluvégi Rudit, tehát hogy azért egy EB selejtező, főleg az említett két csapat ellen, talán egy kevésbé presszionált válogatott mérkőzés, mint hogyha ez egyből mondjuk egy válogatott verseny lenne. Így azt gondolom, hogy ez egy pozitívum, hogy ők megmutathatják magukat, és lehet, hogy hosszú távon ez a keret lesz az, aki, vagy nem is hosszú távon, de így az elkövetkezendő egy-két évben ez a keret lesz az, aki dolgozhat a spanyol mesterrel. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az EB-re már nem biztos, hogy ugyanezzel a kerettel menne neki, illetve annyi, hogy például mondjuk jobb átlövő poszton meg van kötve egy picit a keze Csemának, hiszen ugye Máté Dominik és Zorán Ilić sem bevethető jelleg, de itt ugye a csercsoportban egymással többet beszéltünk, akár mondjuk Bartók Donát nevéről, aki a Schaffhausenben egyébként jó formát mutat jelenleg, de szóba került akár Lehmeter Csaba neve is, aki régebben ugye egyfajta fix tagja volt ennek a válogatott, most azonban nem került szóba a neve. Úgyhogy azt gondolom, visszatérve, tehát egy szó mint száz, lehet ez egy fiatalításnak a része, de én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül végleges, tehát nem hiszem, hogy ki lehet radírozva akár Lékai, akár Miklernek a neve, hiszen ha megnézzük,
ugye a Bajnokok Ligája meccseknél el is fogjuk mondani, hogy mikor fantasztikus formában véd hétről hétre, tehát abszolút indokolt lenne a szerepeltetése. Én mégis azt gondolom, hogy az ő esetében inkább most arról van szó, hogy erre a selejtezőre még nem fogja használni Csema, hogy tudjon egy kicsit pihenni esetleg a következő BL fordulókra. Ha én vagyok, akkor először is féktelen szeretettel üdvözlök mindenkit. Másrészt egyébként, amit Tomi mondott, az nagyjából, sőt, szinte egyet lehet érteni. Nekem kicsit ambivalens érzéseim vannak, hiszen azért, ahogy Tomi is mondta, itt azért én mindig azt mondom, hogy 4 éves olimpiai ciklusban érdemes szerintem gondolkodni, rengeteg válogatott csinálja ezt a fajta metódust. Ugyanakkor ugye pont a már említett Mikkel Roland formáját elnézve azért nagy hiba lenne szerintem, hogyha nem vinnénk ki a következő világversenyre még, ha ő is benne van, és egyébként a formája is kitart. Úgyhogy abszolút szerintem, ő én azt gondolom egyébként így érzésre, hogy szerintem Miklernek inkább több esélye van a következő világversenyre ott lenni, mint Lékainak például, és hát ugye a jobbátlövő poszton ugye van, említettél egy nevet, és hát igaz, az a kettő, de ebből az egyik nekem fel is írtam, amikor mondtad, Bartó Donát, aki én azt gondolom, hogy ő valamilyen, nem tudom, milyen büntetésben van, vagy legalábbis úgy tűnik, mint a büntetésben lenne, hiszen akármilyen formában van, akármilyen szerzetesen játszik, egyelőre nincs ott a szövetségi kapitány, illetve a stábnak a cetlién, ami szerintem hiba, és főleg annak fényében hiba, hogy tudjuk, hogy a két mondjuk úgy állandó kerettag bal kezesünk, ők azért sérültek, és még nagyon hosszú ideig lehet, hogy sérültek, és ugye még nem is tudjuk, hogy például ugye a Dominiknak mi lesz a klubcsapatban a jövője, hol fog játszani, mikor fog pályán lépni, hogy áll a rehabilitációja. Úgyhogy ezek mind kérdések, és ebből kifolyólag egyébként azt gondolom, hogy abszolút érdemes lenne itt a két említett úriembert meginvitálni, és hát mondom, főleg Bartó Donát kihagyása szerintem egy hiba, legalábbis én így gondolom. Aztán, hogyha nem működik, akkor nem működik, de legalább megpróbáltuk, de én azt gondolom egyébként, amit Tomi is elmondott, hogy itt a 4 éves ciklus ban kell gondolkodni, de igazából még azért ezt a fél évet mondjuk így, hogy ki tudjuk törölni ebből, és akkor még simán ott van még esetleg egy Mikler fél év, mondjuk így, mert hát tényleg ihletett formában védéset, szerintem nem tudom, mikor volt ő ilyen jó utoljára, de hát óriási gratuláció neki ebben a korban, azért ez nem semmi. Így van, valóban nem semmi, és hát nem volt semmi a tatabánya magyar kapusainak teljesítménye sem, pontosabban ezúttal Székely Márton volt ez, aki kiválóan teljesített, de hát voltak még itt azért izgalmas eredmények, például a Melzungen 33-28-ra nyert a Valur ellen egy egyébként szintén egész sokáig szoros mérkőzésen, Sipos Adrián ezúttal nem volt a keretben. A Benfica Tatran Prešovot verte 36-23-ra, itt Hanuszegon 2 góllal, Lazard Palacsics Kristófnak pedig 8 védése volt, és a Kedetlen Schaffhausen egy rossz meccset tudott maga mögött a Limózs ellen, Bartók Donátnak 8 lövésből 3 gólja volt, de ugye az előző fordulókban láthattuk őt fantasztikusan játszani, és akkor most tényleg térjünk rá az Európa Ligából arra a mérkőzésre, amely a leginkább érdekes volt számunkra, még akkor is, hogyha egy rövid kitérőt még teszek arra, hogy Imre Bence is kiválóan játszott a Next elleni mérkőzésen. Szóval most már akkor tényleg a tatabányáról, ugye 29-39 lett ez a meccs. Számszerű végeredmény tekintve nincs annyira messze attól, amit ugye múlt héten láthattunk Németországban, viszont azért az érzet egy kicsit más volt, főleg az első félidőben szerintem korrektül küzdött a tatabánya. A második félidőben azért arra már nem nagyon volt esély szerintem, hogy visszazárkózzanak, de még voltak szép dolgok, és tényleg Székely Marci teljesítményét összességében nagyon-nagyon lehetett dicsérni. Tomi, te a helyszínen tekintetted meg a mérkőzést, egyrészt arról is érdeklődöm, hogy milyen volt ez a meccs a helyszínről, másrészt pedig, hogy összességében hogy láttad a találkozót, mennyire értesz azzal egyet, hogy ez azért egy picit jobban nézett ki, mint múlt héten. Hú, hát nagyon sok minden mondani való lenne, de megpróbálok relatív rövid lenni. Nagyon érdekes, mert úgy van csinálva a csarnok, hogy bementünk a barátokkal is, alig találtunk parkolóhelyet, ehhez képest készítettem néhány fotót, és alig volt félház, tehát szerintem 3000 nézőnél biztosan nem volt több a csarnokban, ami egy picit azért csalódást keltő tekintve, hogy egy német, tehát a Bundesliga egyik legjobb csapatáról van szó, és azt gondolom, hogy alapvetően Tatabányán népszerű a kézilabda. Voltak olyan hangok, amelyek azt mondták, hogy a csapat
miatt nem látogatnak ki a mérkőzésekre. Én ettől függetlenül ezt egy picit ilyen csalódásként éltem meg, hogy egy ilyen mérkőzésen ilyen kevesen vannak. Ettől függetlenül egyébként a hangulat jó volt. A mérkőzés színvonaláról annyit szeretnék mondani, hogy igen, a 17 gólos fiaskó az nagyon rosszul nézett ki. Itt azért már voltak tényleg biztató jelek, meg szép játékok, főleg támadásban, tehát abszolút inkább csak a támadást emelném ki, mert ott Entenzi, illetve a másik irányító is tényleg látványos dolgokat tudott bemutatni. Ettől függetlenül nagyon-nagyon más nem nagyon tudok kiemelni a támadásban, a védekezés viszont szinte katasztrófa volt. Tehát támadások után nagyon hamar kapták a lerohanás gólokat, de tényleg megmagyarázhatatlan volt. Tehát pont a második fél időben emlékszem, hogy Enomoto lőtt átlövés gólt, és senki nem ért vissza a Flensburgi szélsővel, tehát 2-3 másodperc alatt kapták a kontra támadásból a gólokat, illetve a Flensburgban egy kicsit azt éreztem, hogy itt a 17 gólos győzelem után nagyjából ők azért sejtették, hogy nem kell ide feltétlenül 120%-ot felvonultatni azért, hogy ezt a mérkőzést megnyerjék, úgyhogy nem éreztem azt, hogy ők annyira felpörögtek volna. Székely Marci előtt le a kalappal, tehát hogy gyönyörű védéseket mutatott be, amelyek közül az egyikbe is került a top 5-be, pontosan a második helyen, az Európai Liga legszebb védései közé. Ő az, aki nagyjából meccsben tartotta a csapatot, és azt gondolom, hogy neki köszönhetően lett ez a úgymond csak 10 gólos különbség. A védekezés egyenlőre nagyon nem megy a tatabányai csapatnak, ugye Ugál, de még nagyon friss edző, és ugye csak két szóban annyit, hogy beszéltük itt egymás között, hogy a Tatabánya elindult egy magyar projekttel, amelyben sok magyar válogatott játékos szerepelt, amely, ha megnézzük, akkor a mai napra nagyjából így el is tűnt. Tehát mezőnyben egyedül Krakowski Bence, illetve ugye Pedro Rodriguez szerepelt, ugye Petar Topić sérülés miatt nem játszott, illetve ugye Székely Marcell szól kapuban, de mezőnyben nincsen további magyar játékos, és felmerül a kérdés, hogy ennyi légióssal vajon ez az eredmény ilyen formán elfogadható-e, vagy nem tudná ezt egy hasonló képességű magyar csapat is megfutni. Ez egy érdekes kérdés, amit szerintem nem feltétlenül most kell kibeszélni, de a látottak alapján osztálykülönbség volt a két csapat között. A Flensburg egy jóval gyorsabb, jóval hatékonyabb, jóval precízebb kézilabdát játszott, mind támadásban, mind védekezésben, mind ritmusában, mind gyorsaságban, tehát azt gondolom, hogy ehhez még a Tatabányának nagyon sokat kell fejlődnie, akár a padon, akár keretben, akár ritmusban, gyorsaságban, védekezés keménységében, minden téren, ahhoz, hogy fel tudjon nőni egy olyan európai kézilabda elithez, mint, és nem is feltétlenül egy Flensburg, de akár egy Schaffhausen, vagy egy francia középcsapat, vagy egy német középcsapat, azt gondolom, a látottak alapján. Valóban, és eznek ellenére azért azt lehet elmondani, hogy most a továbbjutásra jó esélye van a bányásznak, hiszen a Szeszete nyert a Kárvin ellen, múltkor pedig ugye fordítva történt mindez, így a két csapat körbeverése nyomán a Tatabánya ugye 4 ponttal áll, a 8 pontos bár biztosan csoport első Flensburg mögött, a Szeszfetének és a Kárvinának van 2-2, és ha a Tatabánya jövő héten megverné a hazai pályán a Szeszfetét, akkor biztosan tovább jutna. Ha abban az esetben, ha a Kárvina nem bocsánat, ha a Tatabánya nyer a Kárvina ellen, akkor biztosan tovább jut, hogyha a Szeszfete nem nyer a Flensburg ellen, de hát erre azért összességében kevés esély van. A továbbjutást tehát abszolút meg lehet, de abban teljesen egyetértek a Tomival, hogy itt azért még nagyon messze van az európai elitnek ez a szintje, amit a Flensburgtól láthattunk. De akkor térjünk is hát a szűken vett európai elitre, a Bajnokok Ligájára, ahol ugye ismét megrendezték mind a 8 találkozót, fel is sorolom gyorsan az eredményeket, némileg
Meglepő módon a Kolstad megverte az Aalborgot 25-24-re, ezen a norvég ugye két győzelmet gyűjtöttek be zsinórban, és azért nagy lépést tettek afelé, hogy ne írhassuk le őket a továbbjutás szempontjából. A Magdeburg 35-24-re verte az Zágrebet, ami ugye egy edzőváltást is eredményezett a horvát csapatnál. A Szeged 28-27-re nyerte Kielce ellen, erről nyilván hosszabban beszélünk majd. A PSG 30-28-ra verte a Sportingot, ennek ugye azért a csoport első-második hely szempontjából lehet jelentősége. A Veszprém 27-24-re nyerte a Wisla Plock-ot, hanem azt szintén hosszabban tárgyaljuk majd. A csütörtöki eredmények közül pedig egy újabb meglepetés, a Dynamo Bukarest 38-31-re verte a Füchse Berlint. A Fredericia otthon kapott ki 25-23-ra a Pellister ellen, amely ugye emberemlékezet óta először nyert meccset a BL-ben, azok után, hogy egy pontjuk már volt ebben a sorozatban. És volt még egy mérkőzés a mai napon, a Nantes 31-31-re döntetlent játszott a Barcelona ellen, egy elképesztően szoros, nagyon színvonalas mérkőzésen. Úgyhogy voltak érdekes eredmények, melyiket emelnétek ki ezek közül. Ugye a Pellister győzelmét említettem, mint ami egy óriási tett volt, és talán egy picit meglepetés az eddigiek alapján. A Dinamo Bukarest fantasztikus játékkal verte végül simán a Berlint, a Nantes Barcelona pedig, hát én szinte teljesen egyetértek Borsos Attilával azzal kapcsolatban, hogy ezt az eddigi egyik legjobb meccsét láthattuk, talán ha a játék színvonalát is nézzük, nem csak azt, hogy mennyire szoros volt a találkozó. Nektek melyik eredmény keltette fel a figyelmeteket? Zoli, induljunk most tőled, és akkor utána Tominek is átadom a szót. Hát megmondom őszintén, ugye van egy kis tippversenyünk, hát ott ebben a fordulóban nem sok pontot szereztem. Itt azért ez a Pellisteri győzelem, ez valami egészen elképesztő, a Kolstad is számomra meglepetés egyébként. Én azt gondoltam, hogy azért az Aalborg képes akár idegenbe is elhozni a 2 pontot. Megmondom őszintén, a magdeburgi magabiztos győzelem is meglepett egy kicsit. Aztán ennek volt ugye következmény is, ha minden igaz, edzőváltás révén. És hát az, hogy a Dinamo Bukarest így megveri a Füchse Berlint, ez megmondom, ezt erre sem számítottam. Itt talán döntetlenre raktam, ez volt a legszorosabb eredményre, amit gondoltam. Úgyhogy a többi mérkőzés az is szerencsére, ugye majd beszélünk a magyar mérkőzésekről, azokat sikerült eltalálnom, úgyhogy ez a legfontosabb, ott 2 győzelmet tippeltem, de hát itt azért látszik nagyon, hogy óriási közhely ismételtem, mert szoktuk mondani, hogy itt hogy nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, és stb. Hát és ez valóban így van egyébként. Itt van egy olyan csoport, tényleg, mondjuk főleg a Szeged csoportja, ahol tényleg a napi forma abszolút egyszer így jön ki, egyszer úgy jön ki, és akkor egyszer nyersz, egyszer nem nyersz. És hát ezt a Nantes Barcelonát én nem láttam, de mindenféleképpen pótolom még valószínűleg ma este, mert ahogy olvastam és mondtátok, abszolút egy kézadás csemege lett, úgyhogy itt is nyilvánvalóan szerintem mindenki nagyjából Barcelona sikert vizionált, de örülök egyébként az ilyen mérkőzésnek, és azt mutatja, hogy igazából egyik csapat sem verhetetlen, és hát van esélye mindegyik csapatnak, mindegyik ellen szinte, és hát ez ugye a magyar csapatok szempontjából is mondjuk így, hogy arra vezethet vissza, hogy hát igazából miért ne lenne 2 magyar a Final Four-ban, de hát ez még azért messze van. Hát engem alapvetően a leginkább a Fredericia Eurofarm Pellister az, ami meglepett, megmondom őszintén, mert ugye először nagyon leírtuk a Fredericiát, hogy mit keres itt, aztán így az elmúlt hetekben már egész pofás kis játékot mutatott a dán csapat, ugye Gudmundssonnal, és én nem vártam tőlük azt, hogy akkor a hazai pályán nem fogják tudni megvenni a 0 pontos Eurofarm Pellistert, ettől függetlenül azért a Pellister is jó erőkből áll, és ezt itt azért meg is mutatták kőkemény védekezéssel, ugye ott Abutovic-sal, tehát abszolút képesek erre, de ettől függetlenül nem vártam. Ugye a Bukarest Füchse Berlinnél én azért nem voltam feltétlen meglepve, a 7 gólos különbség az csak a legvégére alakult ki, tehát alapvetően ez egy 2-3 gólos meccs volt a Bukarest javára, és azt már nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy azért a Füchse Berlin jelenleg egy egyjátékos csapat, és tök érdekes, mert az én feleségem hívta fel arra a figyelmemet, hogy ez
Régen is így volt, csak akkor Petr Nenadicsnek hívták azt az úriembert, aki vitte a hátán a csapatot a góljaival, és nagyon attól függött az egész csapatnak az eredményessége, hogy ez az egy ember hogyan teljesít az adott napon, és most Kitzel a második félidőben már nem tudta azt a teljesítményt hozni, mint az elsőben. Ugye most valamikor sérült is volt, és ebben a pillanatban ez döntő is volt, hiszen jól védtek a Bukarest kapusok, és abszolút kreatívan támadtak, akik tényleg jó erőkből állnak most már, és David Davis is egészen jól meccsel. Úgyhogy én itt abszolút győzelmet vizionáltam a Bukarest részére, ez a 7 gól, ez mondom csak a végére alakult ki, úgyhogy ez egy jó meccs volt egyébként. Anand Barcelona az tényleg szenzációs meccs volt, mert azt gondolom, hogy vannak jó meccsek, de az az igazán látványos kézilabdát, az most ez a két csapat játszotta itt ebben a fordulóban, de én nem biztos, hogy vártam azt, hogy a Nant meg tudja szorítani a Barcelonát jelenleg. És a Kolstadban pedig ugye számolhatunk azzal, hogy visszatér Alborban, ugye Niklas Landin ott volt a keretben, de még azt gondolom, hogy valószínűleg nincsen formában, és ennek köszönhető így lenne, vagy így egy picit átértékelődik a Szegednek az elmúlt két mérkőzése, ahol ezeket a skandináv csapatokat nem sikerült elkapni, egy picit még felülértékelődik, úgyhogy jó lett volna legalább valamelyiket behúzni, de ettől függetlenül azért a Szeged most jó pozícióban várja majd a szünet utáni folytatást. Így van, és amit te mondtál, az abszolút egyetértek. Én azt fogalmaztam meg magammal, hogy ez a Nant Barcelona meccs, az azért volt különleges, mert nagyon ritkán lehet szerintem látni, hogy nem eredményben, hanem a játék minőségében ennyire közel vannak a Barcához, és most a Nant abszolút tempóban, a játék színességében mindenben fel tudta venni a küzdelmet a Barcelonával, úgyhogy tényleg csak azt tudjuk tanácsolni neked is, Zoli, meg aki esetleg még a hallgatóink közül nem látta, hogy nézze meg ezt a meccset. És hát érdemes volt megnézni a magyar csapatok mérkőzését is. Haladjunk időrendi sorrendben, kezdjük a Szegeddel, amely ugye 28-27-re verte a Kielcét, a tavaly után megint egy gólos siker hazai pályán, és hát ez hasonlóan fontos lehet, hiszen Mikel Lapeglén is elmondta, hogy amilyen jól kezdték a szezont, és amilyen jól sikerült itt szeptember, talán egy kicsit váratlanul jól is. Itt októberben egy picit azért megrekedt ugye ez a gépezet, a Zolborg ellen utolsó pillanatban elbukott ponttal, az elbukott bajnokival, aztán a Kosted elleni rossz mérkőzéssel, és most ez egy nagyon fontos találkozó volt abból a szempontból, hogy ezt a mikrokrízist, ezt a néhány meccses rossz sorozatot maga mögött tudja hagyni a Szeged, és ez összességében sikerült is, még akkor is, hogyha nyilván azt is azért elismerték sokan mindkét csapat részéről, hogy a játék minőség azért itt mindkét oldalon hagyott kivetni valót bizonyos időszakokban maga után, de egy nagyon küzdelmes mérkőzés volt, és hát annyi kulisszatitkot meg elárulhatunk, hogy a podcastjeink borítóját Zoli szokta csinálni, és mindig megkérdezi, hogyha nincs az adott adásban, hogy ki legyen rajta a borítón, és hát szegény Miklerról itt mondjuk minden fordulóban most már, de hát egyszer nem tudunk mit csinálni, hogyha tényleg gyakorlatilag 40%-os átlaggal védi végig a szezon. Zoli, hogy látod összességében a meccset, és mi lesz most a borítóval? Hát igen, Roli most már el van mentve, hogy könnyen fel tudjam rakni a borítóra, és hát tényleg nem is kell gondolkodni. Hát elképesztő egyébként. Én most megnéztem most itt, amíg mondtad itt a dolgaidat, hogy hát ugye itt a Szegednek a mérkőzése, ugye volt egy két gólos Magdeburgi, aztán egy gólos Barca, aztán egy gólos Nant a különbség, aztán Aalborg szintén egy, aztán Kolstad kettő, és most megint egy gól a különbség a Szeged mérkőzésein. Ugye a Zágráb nem illik a sorba, mert ott mondjuk így, hogy magabiztosan nyert a Szeged. Hát ez valami egészen elképesztő, hogy mennyire közel vannak a csapatok, és mondom, és tényleg az van, hogy ha úgy adja a gép, mondjuk így, akkor tényleg van egy jobb hónapod, és azért itt volt egy jobb hónap a kezdésnél, ami ugye egy új edzőnél abszolút nagyon fontos, új játékosok beépítése, magabiztosság, és a többi, és a többi. És aztán most volt egy rosszabb, úgymond hónap, és hát ez a kielceli győzelem, ez tényleg nagyon fontos volt. És hát itt is tényleg bárki nyerhetett volna, szóval egészen elképesztő mérkőzés volt, olyan hibákkal ráadásul, amelyek tényleg ugye az ember ül
mondjuk egy serdülő mérkőzésen, és akkor azt mondja, hogy hú, úristen, ilyen hibákat ilyen gyerekek hogy tudnak véteni, és akkor ott nézik a bajnokligás mérkőzés, akkor egy Smarason, aki tényleg én nagyon nagyra tartok, és szerintem egy szenzációs játékos, az időkérésten 6 lépésben próbál meg támadást indítani, úgyhogy aztán szerencsére azért a Rolly kijavított ezt a hibát azzal az Iker Casillas vetődéssel, úgyhogy ez szerintem abszolút adhat okot egyrészt a bizakodásra, másrészt azért kicsit én gondolom azt, hogy azért itt majd lesz egy hosszabb szünet, ugye itt, és hát mondom, itt szerintem hasonló mérkőzések lesznek, várnak itt a Szegedre, egy abszolút szív erősítőt és nyugtató mindenféleképpen szerintem érdemes betenni, főleg aki tényleg valóban abszolút a szegedi szurkoló, úgyhogy én örülök neki, a kielceni győzelem az mindig édes, még akkor is, hogyha ugye voltak hiányzóik, és hát itt azért mondom, ez a csoport, ez egészen elképesztő, és mondom, itt tényleg bárki, mondjuk az Ágrábot én kivenném, de nagyjából mindenki tovább juthat, és mindenki ki is esett, mondjuk így, úgyhogy nagyon, nagyon várom a folytatást, és hát minden ilyen 2 pont abszolút jó ugye, az új edzőnek is, a csapatésnek is, ami nagyon tetszett, hogy nagyon változatos volt a taktikai repertoár, itt megint volt héthatozás, cserélések, és hát amit ugye már említettünk a bajnoki után, és még talán abban a podcastben voltam én, hogy mikor jön az időpont, amikor már nem Tulin kezd, és hát eljött, és hát abszolút megérdemelte róla ezt a bizalmat, és hát ő is a mérkőzés egyik győztese, vagy hát legfontosabb tényezője volt abban, hogy ez a Szeged meg tudta venni ezt a kielcét. Így van. Tomi, te hogy láttad összességében a meccset? Itt, hogyha belemegyünk az egyéni teljesítményekbe, Garcia Diáról sokat beszéltünk az előző szezonban, és én azt gondolom, hogy azért egy picit félreértett játékosa ennek a Szegednek. Én tavaly is kifejtettem, hogy szerintem nála azt torzít egy csomó mindent, hogy nagyon látványos hibákat tud csinálni, de azért, ha megnézzük összességében, hogy az elmúlt mondjuk 2 szezonban ki volt az, aki a Szegednél a legtöbbet, a legstabilabban játszott, akkor szerintem ő nyilván mondjuk nem egy Sostaricsi szinten, de azért ott van abban, hogy folyamatosan elérhető, folyamatosan játszik támadásban, védekezésben, és azért oda teszi azokat a gólokat, amiket kell. Zoli említette ezt már azt mondta, akinek nagyon hullámzó meccse volt, de a végjátékban azért a csapat élére tudott állni. És én még kiemelném Jeremy Totót, akinek az átigazolását, megmondom őszintén, egy kicsit szkeptikusan fogadtam. Nem voltam benne biztos, hogy Gaberhez képest ő mondjuk akkor előrelépést jelent, és akkor már maradjon a kvázi klublegenda státuszban lévő szlovén. De amit eddig láttunk tőle, azt szerintem nagyon-nagyon rendben van. Nyilván főleg védekezésben számítanak rá, de ezzel a meccsen az ugye a támadásban is azért csak szerzett 4 gólt, még hogyha ebből volt is lerohanás. Úgyhogy ő szerintem egy nagyon hasznos játékos ennek a Szegednek, és például, ha már itt Miklárról itt említettük, ő is azt mondta, amikor a Sport TV vendége volt, hogy mint kapus is nagyon jól tud együtt dolgozni a Totóval, tehát a sánc tevékenységek tekintetében is egy hasznos jó játékos, úgyhogy szerintem ő egyelőre abszolút a jobbak közé tartozik ebben a Szegedben, és hát amit Zoli is kiemelt, hogy ebben a csoportban nagyon kellenek a pontok. Hát ugye a Szeged most tényleg a 3. helyen áll 8 ponttal, de hát ennek a csoportnak a szorosságát mutatja, hogy a Magdeburg a 7. helyen 5 ponttal áll, tehát 3 pont a különbség a 3. és a 7. között, de a 2. és a 7. között is 4 pont a különbség, úgyhogy itt még tényleg gyakorlatilag bármi lehet. De akkor először beszéljünk egy picit erről a meccsről, Tomi. Igen, hát ez kellett a Szegednek, mint egy falat kenyér, abszolút ez egy lélektanilag fontos mérkőzés volt. Ugye tudtuk jól előzetesen is, a Kielcével hasonló meccseket játszott már korábban a Szeged, hasonló stílusban kézilabdázik szerintem a két csapat. Most már nem feltétlen, ugye a Pellegrini érkezésével, ugye egy picit ez átvariálódott, ettől függetlenül azért így mondjuk Bánhidi Bencével felállva azért még mindig marad egy icipici ebből a spanyol vonalból, tehát ugye a két irányítónak előkészítő szerepén felül nyilván van gólratörési szándéka is, tehát ez egy picit azért megváltozott az előző évekhez képest, nem feltétlenül mindig csak a beállót keresik,
de azért láthatunk hasonlóságokat a két csapat játékstílusa között. Ugye a KLC-ről már nagyon sokat beszéltünk, hogy még mindig nagyon meg vannak fogyatkozva. Ugye eltűnt a kapuból Wolf, ennek ellenére most először láttam, hogy azért most a kapuban Valach majdnem hasonló százalékkal védett, mint Roli, még ha ez nem is volt feltétlenül mindig érezhető. A lövő százalékok a két csapatnál hasonló, a kvartok ettől függetlenül azért el kell mondjuk, hogy hiányzik egy Alex Dusebájev, hiányzik egy Szicskó a Kielce csapatából, de ugyanakkor meg a Szegednek nélkülöznie kellett Magnus Rödöt, tehát igazából mindkét oldalon voltak hiányzók. Most a szélsők Szegeden ugye jobban teljesítettek, ugye beszéltetek róla korábban, hogy a Kolstad meccsen is, illetve az Aalborg meccsen is a szélsőknek nem ment úgy a játék, most úgy néz ki, hogy visszataláltak önmagukra. Tényleg azt gondolom, hogy ez abszolút egy szívdiadala mérkőzés volt, a színvonal nem volt túl magas, tényleg, ahogy Zoli mondta, gyermetek hibákkal volt abszolút teletűzdelve, voltak tartsa kidobott labdák, én is Totót akartam megemlíteni, mert nagyon-nagyon hasznosan játszik, és stabilan teljesít, és úgy teljesít stabilan, hogy ugye új játékosról van szó, tehát ha ezt mondjuk Kalárásról mondjuk el, aki már tavaly is itt volt, akkor azt mondjuk, hogy persze, tudja, ismeri, érzi, ott van, segít Rolinak, stb., de Totó ezt megugrotta viszonylag hamar. Smarasonról, meg Kukicsról meg látjuk, hogy azért Ápergrén is próbálja keresgélni az ő egyensúlyukat, tehát hogy mikor melyik játékos válik be. Ugye tudjuk, hogy most Kukicsnak van egy kisebb sérülése, úgyhogy ő sokkal kevesebbet játszott. Ettől függetlenül az előző meccseken is azt látom, hogy azért próbálgatja őket, cserélgeti őket, próbál velük beszélni, amikor az egyik a padon van, és akkor amelyiknek jobban megy, az irányító van picit fönt többet a támadásban, illetve ugye a bizonyos irányítóknak bizonyos átlövőkkel van meg jobban a kémia, úgyhogy ez most Smarasonnak jobban ült, ő is vétett hibákat, igen, Zoli által említett, az tényleg, hát ott két gól van közte, időt kértek, tehát ott már csak igazából végig kellett volna játszani az egészet, és tényleg első passzból elindult, és lépett hatott a labdával, és utána akart passzolni, egyszerűen tényleg érthetetlen ilyen szinten. De utána végül is jól jöttek ki belőle, mert Makeda szerintem ott nem volt teljesen tiszta fejjel annál az utolsó lövésnél, úgyhogy abszolút megérdemelten nyerte meg a Szeged a két pontot, ettől függetlenül nem lehetett volna egy szavuk se, hogyha ez mondjuk csak egy. Tehát azt gondolom, hogy ez a szívdiadala volt, mondom, lélektanilag jól jött, és valóban veszélyes lehet, hogy most egy szünet következik, mert ez egy pozitív hullám lett volna, amire érdemes lett volna felülni a következőben, de meglátjuk, hogy szünet után erre sikerül-e visszaülni. Én csak annyit szerettem volna még mondani, hogy akkor ez a Totó, ez teli találat. Köszönöm a figyelmet. Ez fontos volt. Enélkül nem állt volna meg a gondolat, mert köszönjük szépen. De reméljük a plockra nem találsz ki valami szóviccet, de félek tőle, hogy menni fog ez is. Úgyhogy térjünk is át a Veszprém meccsére, hiszen az sem volt azért izgalmaktól mentes. 27-24-re nyert ugye a Veszprém, ahogy említettük. Tavaly a Plock otthonában ugye a vereséget szenvedett a magyar bajnok, úgyhogy önmagában a győzelem ténye is egy fontos eredmény volt, azt gondolom. És hát azt tudjuk, hogy ez a Plock ez egy elképesztően kellemetlen csapat, még akkor is, hogyha a pontszámban ugye ez nem nagyon mutatkozik meg, hiszen eddig 7 meccsen egy győzelmet sikerült begyűjteniük, de azért az elmúlt időszakban már láttuk, hogy nem szenvednek súlyos vereségeket, és a tavalyi szezonjuk is úgy nézett ki, hogy azért inkább a csoportkör második felére érezték magukat, és utána tudtak veszélyesek lenni. Úgyhogy nem kell temetni ezt a csapatot sem, és hát abban meg biztosak lettünk, hogy a Veszprém dolgát nagyon meg fogják nehezíteni, és hát igen, rögtön a meccs elején időt kaphattunk abból, ami vár ránk, egy kb. Másfél perces támadás után harcolt ki 7-est a Plock.
majd utána a védekezésben elkezdtek ugye folyamatosan magasra fellépve fautolni, úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen meccs volt. Azt is el kell mondani, és ez most így nem a bírózás része, de azt szerintem ténykérdésként megállapítható, hogy ahhoz a játék felfogáshoz, amit a Plock játszik, ahhoz kell egyfajta bírói felfogás is, de az is tény egyébként, mert erre is azért voltak, akik felhívták a figyelmet, hogy a végjátékban például a Veszprémnek is engedték alapvetően a hosszú támadásokat, de úgy érzem, hogy ez most itt azért minden adott volt ahhoz, hogy ez egy nagyon nehéz meccs legyen, az is volt, de behúzta a Veszprém, és ez hasonlóan fontos lehet lélektanilag, mint a Szegednél. Hogy látod ezt, Tomi? Igen, egyetértek veled. Én a múltkor egy picit beleálltam abban, ahogy megfogalmaztátok, hogy Xavi Pascal nem lépett előre a Veszprém tavalyhoz képest. Ezt olyan minőségben tartom is, hogy én azt gondolom, hogy Xavi Pascal pont azokban a szituációkban talán tapasztaltabb és rutinosabb, hogy a meccselést azt valahogy jobban hozza le, mint elődje, ugye Momirilic, de valóban, hogyha játék képét nézzük, akkor olyan például erre a meccsre is szerintem jellemző volt, hogy ezt nem feltétlenül a csapatjátékkal nyerték meg, még akkor is, hogyha volt egy-két szép húzás, amit ugye mondjuk Ellison gólra váltott, hanem inkább itt az egyének azok, amik döntöttek, mert hogy a Plocs csapatában Alilovicson kívül, ugye, aki a kapuban volt, ő nagyon jól védett, de rajta kívül a mezőnyjátékosok közül csak Fazekas Geri és Mihály Zarabec volt az, aki maradandót tudott alkotni, míg a Veszprém csapatában azért ott volt ugye Cindrics főként, mint vezér, aztán a később második félidőben beálló és a meccset eldöntő Agustín Casado, illetve a bal szélen a már említett Ellison egyéni teljesítménye, vagy akár ide sorolhatnám Fabregaszt is, tehát hogy ott több olyan játékos volt, aki azért a két keret közötti különbséget azért megmutatta, és szerintem ez döntötte a mérleget a Veszprém javára, mert hogy korán lesz egyébként nagyon jó védett, megint ki kell emelni, és most már hetek óta abszolút stabilan hozza ezt a formát, de azért nem mondanám őt a döntő faktornak, mert a másik oldalon Ajovic jól védett, a második fél időre egy kicsit elfáradt, de ettől függetlenül ő az, aki még így meccsben tartotta a lengyeleket, és az talán tényleg fura, hogy ha megnézzük a két csapat keretét, akkor azt mondhatnánk, és ez mindig is illetve legalább az elmúlt években, főleg akár Koszorotov érkezésével, azt mondhatnánk, hogy a variációs lehetősége jóval szélesebb, jóval nagyobb a tárháza a Veszprémnek, hogy távoli zónából is akár eredményesebb legyen, betörésekből, különböző játékstílusban, játékszituációban szerintem valami többet kellene felvonultatnia, viszont ez mindig valahogy meg lett akadályozva a Plocknak a kőkemény védelme ellen, amit szerintem Xavi Szabate kiválóan felkészítette erre, mert amikor Koszorotov volt a pályán, akkor mindig ki tudtak érni, úgy faltolni, vagy úgy megakadályozni abban, hogy ő lendületet szerezzen, és abból át tudjon lőni, ha pedig Pálmárszon vagy Cindrics volt bent, akkor pedig az ő cselezésüket tudták úgy elővételezni, hogy ne tudjanak könnyen betörni, de hát pont azért ők tartoznak a világ elitbe, mert ők ennek ellenére ezeket a szituációkat azért végül meg tudták oldani. Ettől függetlenül ez a három gólos különbség, ez inkább a Plockra nézve hízelgő, még akkor is, hogyha ez egy szép eredmény a Veszprémtől, hiszen Plockban nagyon nehéz nyerni, mint ahogy például a Párizs is csak úgy tudott nyerni Plockban, hogy Palicka kivédte az időn túli hetest. Úgyhogy szerintem ez egy nem rossz eredmény. A Veszprém jó úton van, de bőven van még dolga Xavi Pascalnak, hogy ezt a csapatot összerakja, kitalálja azokat a szisztémákat, ami a tavaszi mindent eldöntő időszakra kell, hogy összeálljon. Tehát ideje van még, a keret adott, ráadásul ugye még várható játékos is, érkezés is, úgyhogy a kapus teljesítmény adott, ami ugye tavaly nem volt meg. Azt gondolom, hogy ez lehet biztató a jövőre nézve, de mindent egybevetve azt, amit ti elmondtatok az előző adásokban, azt egy picit alátámasztandó, tényleg van mind még
dolgozni Veszprémben, ettől függet szerintem nagyon értékes két pontot szerzett most a Veszprém Magyarországban. Így van, Hát és én ez is rengeteg. lenne majd a kérdésem, bocsánat, a Zolihoz, hogy hogy látja ezt az utat, hogy hol tart ezen a Veszprém, illetve egy játékosra konkrétan rá szeretnék kérdezni, hogy Áron Pálmárszon szerepét hogy láttad. Nekem megmondom, hogy szerint nagyon pozitív meglepetés volt a beszállása, pont abból a szempontból, hogy igazából nem arról szólt szerintem az az idő, ameddig ő a pályán volt, hogy akkor most Pálmárszon visszatért, és hú de jó, és rögtön neki vezérszerepet kell játszani, hanem bement, korrektül lejátszotta a játékokat, kiosztotta a gólpasszokat, leült a padra, szépen megoldotta azt a feladatot, amit neki kellett, úgyhogy szerintem ez elsőre egy nagyon-nagyon korrekt bemutatkozás volt, annak ellenére, hogy nyilván csendesebb annál, mint amire talán sokan számítottak, de én épp ezt láttam pozitívumnak. Hát én abszolút egyébként rengeteg mindent jegyzeteltem, amit Tomi mondani, vagy hogy szerencsére valamiben nem értünk egyet, de majd ezt mindjárt kifejtem. Én azt gondolom egyébként, hogy én pont ezt jövendőltem, legalábbis Pálmászon esetében, hogy ilyen epizód szerepekkel abszolút tökéletes lesz. Tehát ő szerintem már nem az a fajta játékos, aki majd most a vállára veszi a csapatot, és majd 15 gólokat lő. Lehetséges, hogy lesz ilyen mérkőzés, amikor az ő zsenialitás fog dönteni, de én azt gondolom, hogy jelen esetben ennek a Veszprémnek pontosan egy ilyen játékosra volt szüksége, és még abban is biztos vagyok, hogy azért itt ugye nem tudtuk, hogy mégis milyen szinten edzett, milyen szinten játszott. Itt azért még mindig én azt gondolom, hogy van egy olyan potenciális faktor, amiben ő előrébb tud lépni, és akkor még nagyobb segítség lehet a csapatnak. Én azt gondolom, hogy akkor sem az lesz, hogy ő majd mindent egyedül meg fog oldani. Ez a keret már azért nem az a fajta keret, amiben ő volt, és ő volt hát szerintem ti jobban meg tudjátok ezt mondani, de talán én úgy éreztem, hogy akkoriban ő volt abszolút a szupersztár, hogy ugye a Kiből jött a Pálmászon, akkoriban a világ egyik legjobb irányítója, és én azt gondolom, hogy nyilván a múltban, ugye itt nem lehet, tényleg nem szeretnék ebbe belemenni, hogy hogyan váltak el, mint váltak el, de én azt gondolom, hogy pontosan erre a fajta profizmusra van itt szükség, és pontosan ezt a profizmus hozza szerintem Pálmászon, amire szerződtették egyébként, úgyhogy én azt gondolom, egy abszolút nagyon jó kiegészítő ember lehet, és hát ha úgy van, akkor ő azért nagyon fontos momentumokat fog hozni szerintem ennek a Veszprémnek. Aztán a másik, amit elkezdtem itt felírni, hogy ugye írtunk egy cikket a mérkőzés után, és itt kaptunk egy kisebb fajta ilyen, hát nem is tudom, nem gyűlölet cunamit, de egy kritika cunamit, mondjuk így, szegény Bodizsá kollégánk írta, és hát sok veszprémi szurkoló nem értett azzal egyet, hogy ez egy, tehát sokan azt hitták, hogy ez egy kontrollált mérkőzés volt, és hogy ez sima győzelem, és hogy egyébként is miért írjuk azt, hogy stb. Én azt gondolom egyébként, hogy ez nem volt egy kontrollált mérkőzés, abszolút. Én azt úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos két pont volt, nagyon fontos győzelem volt, rendkívül megérdemelte ezt a Veszprém, de én nem gondolom azt, hogy ez egy olyan kontrollált mérkőzés lett volna, mint ahogy ezt sokan írták a komment szekcióban. Én azt gondolom, hogy ha adott esetben, és ugye mi nyilván jön megint, hogy sportban nincs ha, már pedig van, hogyha ott egy-két akció nem úgy alakul, akkor azért nagyon döntetlen közé volt a mérkőzés, és hogy rossz forgatókönyv jött volna, ugye ott volt azért egy piroslapos szituáció is, itt azért volt a Veszprémben rengeteg sérült, aki nem is volt nevezve, sőt nem is játszott. Itt azért szerintem lehetett volna egy más forgatókönyv is, ha rosszul adódnak a dolgok. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos győzelem, megérdemel győzelem, de hogy ezt végig a Veszprém kontrollálta volna, én ebben egyébként nem hiszek, legalábbis én ezt nem így láttam. Amit Tomi mondott, abszolút nagyon, nagyon fontos, hogy a kapusposzt az abszolút most rendben van. Itt ugye tudjuk, hogy repkednek a nevek nagyjából, mindenféle világklasszis kapusokat hoznak szóba a Veszprémmel, de hát igazából pont ma olvastuk, ugye, hogy igazából nincs olyan világklasszis játékos, akit ne hoznának szóba a veszprémi csapattal, ez egyébként egyrészt nyilván jó, másrészt azért ez a csapatnak nem biztos, hogy rossz, vagy nem is olyan jó egyébként, mert hát azért itt tényleg nagyon jó játékosok vannak, és én azt mondom, hogy hiába jön még esetleg egy-két játékos, ahogy Tomi említette, meg hogy olvassuk a híreket, itt nem biztos, hogy nagyon-nagyon ki kellene egészíteni ezt a keretet. Szerintem ez a keret nagyon rendben van, ez egy Final Four-ra érett, és szerintem vannak, akik a győzelemre is képes keret. Aztán, amiben nem értek egyet, én elnézve ezt a mérkőzést, én továbbra is fenntartom azt, hogy ha nem is csalódás, mondjuk így nem csalódás Csávinak a mérkőzés, vagy a meccselése, vagy az eddigi eredménye, de igazából megnéztem direkt, vagy hát, és innen is köszönöm szépen
Damsics Bencinek a abszolút korrekt és nagy segítségét így a háttérmunkában. Ugye tavaly pontosan ugyanígy állt ez a Veszprém, mire megnéztük. Egyetlen veresége volt, ami most is megvan, és én, amit a Tomi mondott, abban ugye lehet vitatkozni. Én azt gondolom, hogy én nem látom még azokat a jegyeket, amiben ez a csapat előrébb lépett volna. Viszont azt is tudjuk egyébként, hogy azért az edző személyisége ezen a szinten azért már, és ezt főleg labdarúgásban is azért megtapasztalhatjuk, meg látjuk a világszínvonalon, a kézlabdázásban is, hogy ilyenkor már az edzők azért, ha nem is azt mondom, hogy nem szakmai, mert itt nincs ahogy felkészületlen edző szerintem, ezen a szinten már abszolút, erről nem beszélhetünk. Itt inkább a játékosok menedzselése, a világsztároknak a beépítése, az egóknak a kezelése az, ami rendkívül szerepet kap, és én azt gondolom, hogy ebben a részben viszont Xavi tapasztalata biztos vagyok benne, hogy többet fog a labda nyomni, mint mondjuk adott esetben az Ilicsé volt, de én a játéknak a képében én megmondom őszintén, nem látok sok változást, és ilyet mondom, ugyanúgy áll a csapat igazából pontjaiban, mint tavaly, és tavaly azért volt ott egy Barcelona ellen idegenbeli mérkőzés győzelem, plusz volt egy magdeburgi győzelem. Itt nyilván nem lehet elvenni a Csavitól, mint témám, hogy egyébként abszolút vezetik a csoportot, és azért a PSG-t igazából mondjuk így finoman fogalmaz, az agyonverték, de én nem látom azt a játékban, hogy hova fog ez kijutni, hogy mi az igazából a Csavinak a nem is tudom, a kézlenyomata erre a csapatra, de mondom, még mindig csak október, illetve nem tudom, pár perc, már november lesz mondjuk, nem most kell ezennek kijönni, és azt gondolom, hogy a hosszú távon, a menedzselésben, a játékosoknak az elosztásában, a játékidőknek a menedzselésében, akár az új játékosok igazolásában Csavinak abszolút szerintem ő előrébb van ebben, mint ahogy Ilicsék voltak szerintem. De mostanában, tehát vagy a mostani csapatot nézve, nem látom azt, hogy óriási különbség lenne a játék képét, mint ahogy most el is mondtad egyébként, Tomi, hogy tényleg az volt, hogy a múltkori meccsen ugye a Remeli zsenialitása döntött, és most is inkább az egyéni képességek, de nyilvánvalóan ez egy csapatmunka, úgyhogy ebből még azért abszolút rengeteg potenciál van, és hát mindig elmondom, hogy megijednék, hogyha most lenne csúcsforma. Itt azért még rengeteg elemnek be kell épülnie, itt azért van egy pálmászon, akinek még azért idő kell szerintem adni, és hát nyilván nagy segítségére a csapat, mint ahogy említettük. Ha a kapus teljesítmény is hasonló marad egyébként, amit nagyon remélek, mert tavaly azért ez egy nagyon, nagyon fontos, mondjuk így negatívum volt, hogy a legfontosabb meccseken nem volt nagyon kapus teljesítmény, itt azért, ha ez marad, akkor ez a csapat azért jó úton van, ezt abszolút nem lehet elvenni sem Csabitól, sem a csapattól, úgyhogy hogy kíváncsi vagyok, hogy a következőkben, időben, ugye most lesz egy 3 hetes szünet mondjuk így a Bajnokok Ligájában, amiért én nem nagyon szeretek az ilyen szüneteket, és szeretném minden több BL meccset nézni magyarokkal, magyar csapatokkal, de hogy ebben a 3 évben lehet rendesen dolgozni, hogyha úgy van, ha éppen mondjuk a válogatók visszajönnek a játékosok, aztán ugye lesz novemberben még pár mérkőzés, vagy decemberben, és hát itt azért hamarosan rendbe kell tenni azokat a dolgokat, amik után már nem biztos, hogy lesz idő, visszajön a soron következő torna, úgyhogy válogatott torna, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lenyomattal, vagy nem is tudom, ráhatás lesz a csapatnak, vagy a Csabinak a csapatra, úgyhogy ez abszolút szakmailag nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog ez alakulni. Valóban, és egyébként, amikor még egymás között beszéltünk, akkor egy olyan szempont is felmerült, hogy egyébként a szezonokat mindig nagyon jól kezdtem a Bévicsel, a Veszprémistánnal, a szezon második felébe jöttek általában a hullámvölgyek, itt ugye a Final Four-ba jutás környékén az előző 2 szezonban, és hogy Xavi Sabata elsődleges feladata az az lesz, hogy ez ne következzen be a szezon döntő szakaszában. És akkor így záró témaként, vagy záró kérdésként még egy átigazolási hírt dobnék be, hiszen ahogy Zoli is mondta, hogy lassan már lezárjuk itt az október hónapot együtt időben. Ma a Veszprém a hivatalos felületeink között, hogy Fazekas Gergő nem fog visszatérni Veszprémbe, sőt, ugye kivásárolt őt a szerződéséből a Plock, és november 1-től, ha minden igaz, akkor hivatalosan ő már a lengyel csapat játékosa lesz. Ugye ez egy nagyon... Igen, 5 perc múlva már a lengyel csapat játékosa lesz, úgyhogy reméljük majd holnap meg is hallgatja ezt az adást, és így visszatekintett az utolsó 5 perc várakozására. Ugye nagyon érdekes ez a dolog olyan szempontból, hogy
hogy én megmondom őszintén, már itt az év elején is azt mondtam, és teljesen biztos volt magam, hogy nem a szezon elején, hanem a naptár év elején, hogy Fazekas Gergőt idővel vissza fogják hozni Veszprémbe, és ha jól emlékszem, de a Tomi majd kiavít, Barta Csabának talán egy olyan nyilatkozata is volt, miután megkapta az állást, vagy kinevezték, hogyha ő júniusban is itt lett volna már, akkor már erre a szezonra is visszahozták volna a Fazekas Gergőt. Tehát, hogy azt lehetett azért érezni, hogy számolnak vele, többször utalgattak rá, hogy szeretnék, hogy visszatérjen, viszont ugye az is tény, hogy Cindrics egyelőre azért nagyon bevált, és tudjuk, hogy Xavi Pascalnak ő egy fontos játékosa, Pálmárszon ugye nem egy, hanem 2 éves szerződést kapott, nem tudjuk, hogy Casadóban mi lesz, tehát az egy nagy kérdés, hogy lehetett volna beilleszteni Fazekas Gerit ebbe a csapatba, de végül ezek szerint ő is, a klub is úgy, vagy hát konkrétan ő úgy döntött, hogy kiszáll ebből a megállapodásból, és hogy aláírt a plockhoz az új szerződés, majd 2029-ig szól, ugye ez egy érdekes, elég hosszú távú kontraktus, de azt is tudjuk, hogy a plocknál most az anyagi források azért igencsak kezdenek megérkezni, és elég komoly tervekről lehet hallani a következő szezonra. Úgyhogy a kérdésem az, hogy Fazekas Gergő miért érezhette úgy, hogy neki pluszban hosszabb távon is jobb helye van, és mennyire rossz most azért ez a Veszprémnek, hogy ezt a fajta átigazolást nem tudták véghez vinni, és nem lesz egy olyan játékos, aki szerintem nagyon kellett volna ebben a Veszprémben, mert nyilván Gyászvári Patrik ott van, és védekezik, és azért kap szerepet, de az, hogyha mondjuk lett volna egy támadásban húzó ember magyar játékos, azt szerintem nagyon jó lett volna a Veszprémnek, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy Geri azért családi szálon is sok oldalról kötődik ez a klubhoz, egy helyi játékos, tehát hogy egyszer minden adottnak tűnt az, hogy ő egy igazi ilyen amerikai kifejezésre élve egy ilyen franchise player legyen, de hát nem lesz. Miért nem lesz? Mit gondolsz, Tomi? Örülök, hogy megengedted, hogy most én kezdem ezt a dolgot, mert nagyon sok minden karog itt a fejemben. Ugye a Barta Csabáék nem csak, hogy egyrészt ugye Barta nyilatkozta, hogy ha ő lett volna itt júniusban, akkor már náluk lenne, hanem még most is megpróbálták, tehát mielőtt Pálmárszont szerződtették, megvizsgálták azt, hogy Gergőt a kölcsön szerződéséből vissza lehet-e hozni, de ha jól tudom, ennek itt jogi akadálya, illetve nyilván gondolom Szabatemester sem szerette volna egyik kulcsjátékosát mellőzni, így sincsenek túl sokan. Igen, ez egyik dolog. A másik dolog, hogy amikor Gerit szerződtették, én ott voltam azon a bejelentésen, és beszéltem is vele, és abszolút lehetett érezni rajta, hogy ez egy tök tudatos dolog, hogy a Veszprém leigazolt, tudom, és tudom jól, hogy most Ploczban fogok játszani 2 évet, mert nekem ez a fejlődésemet szolgálja. Most ő lejátszotta a 2 évét Ploczban, és már ugye előtte körvonalazódott, hogy oké, köszi, igazoltunk elég játékost, most nem kell lesz, tehát elindult egy olyan, hogy jó, akkor Geri még 2 évig vagy kölcsönbe. Tehát a Veszprém mondott egy olyat, hogy oké, hogy én azt mondtam, hogy 2 évig kölcsönbe leszel, de most még 2 évet még legyél kölcsönbe, mert még nem férsz be. Majd utána egyszer csak ugye történik egy tulajdonos váltás, ami egy játékos szempontjából kvázi érdektelen, mert őt nem feltétlenül érdekli, hogy mi folyik a klub tájéken, de van, hogy na most meg akkor meg mégis kellek. És akkor nem tudom, hogy mit vázolt fel neki ugye a Veszprém, de azt, amit ugye Martin, te most elmondtál, hogy azért a pozíciójában több játékos is szerepel, ugye Pálmárszonnak is 26. szerződés, stb. Stb. Tehát több olyan körülmény van, ami azt mondhatja, vagy azt mondathatja Gerinek, hogy ő ugyanazon az úton fog majd végigmenni, mint amin végigment Lukács Pepe, Ilics Zolán, Szita Zoltán, vagy bárki, aki eddig így magyar fiatalként megfordult a Veszprémbe, hogy majd játszom a magyar bajnokikon, majd kapok lehetőséget egy kicsit a BL-ben második vagy harmadik számúként, és akkor egy 3-4 éven belül odaérhetek. És persze a mostani formája nem ezt mutatja, tehát mi abszolút azt vizionáltuk, hogy ő akár első, akár második számú olyan fix játékosa lehet ennek a Veszprémnek, aki stabiltak, tehát nem a padozó harmadik, nevető harmadik, hanem az abszolút fix tagja.
De ettől függetlenül Geri mérlegre tette az elmúlt évek tapasztalatait szerintem, mert nyilván nem látunk bele így a fejébe, de azt szerintem mérlegre tette, hogy eddig azok, ezt megpróbálták, azoknak nem igazán jött be ez a karrierút, és most ugye pluszban is van egy egész ígéret projekt, ami már most, illetve tavaly már körül tudott, ugye a kijelzés már sikerült felülmúlni, abszolút stabil tagja lehet a következő évek BL csapatainak, és ott stabil helye van, a szabadtermester bízik benne, nagyon sokat fejlődött, abszolút életjátékossá vált, és ő ezt nem akarja elengedni egy bizonytalanabb pozícióért. És én ilyen szempontból igazából megértem, csak ugyanakkor meg a Veszprém ugye nagyon nehéz helyzetbe került, mert jelenleg szerintem nincsen olyan, talán még Palasics Kristóf, aki a következő években ennek a Veszprémnek a tagja lehetne. És ez azért nem néz ki alapvetően jól. Tehát mindig elmondjuk, hogy nyilván ahhoz, hogy valaki egy ilyen BL elithez tartozzon, ahhoz nem lehet csak magyar játékosokkal felállni, de azért az, hogy most már tényleg csak kizárólag egyetlen egy magyar játékos van, az azért nem néz ki jól alapvetően, és így nyilván a veszprémi szíveknek is jobb lenne, hogyha ha lenne benne olyan magyar vérű játékos, akiért úgy lehetne szorítani, ahogy Martin is mondta. Abszolút egyetértek egyébként. Én nekem mindig ez egy óriási dilemmám egyébként, mert én felfogtam már nagyon régóta, hogy azért a világ élsportjában, a csapat sportágában a klub érdekek az elsődlegesek nyilvánvalóan, és igazából válogatottak nyilvánvalóan nem fontosak. És azért van az, hogy már nagyon korán kialakult, mondjuk még nem tudom, meg lehet, hogy Martin jobban tudja, ő jobban ismeri a Premier League-et, amikor az Arsenal először jött ki angol játékos nélkül, nem tudom, a 2000-es évek elején talán, akkor azért ott már az elindult ez a fajta, mondjuk így, hogy filozófia, amely nyilvánvalóan egyébként nem teszi ott. Én is mindig elmondtam, és mindig elmondom, hogy számomra érdekes az, hogy egy veszprémi, mint például te veszprémi drukker, hogy tud azonosulni azzal, hogy nincs mondjuk honi játékos benne. Nekem ez nehéz lenne, de én nem vagyok egyik csapatnak sem úgymond a szurkolója. De számomra egyértelmű, amit a Martin is említett, hogy mondjuk így, hogy PR szempontból abszolút egy aduász lett volna fazekas. Geri, és azt láttuk azért, most látjuk hétről hétre, hogy egy nagyon jó úton van, nagyon jó kezében van, nagyon jól fejlődik, és hát még mind csak 21 éves, és megmondom őszintén, az én legnagyobb döbbenetem úgymond az volt, hogy ahogy olvastuk, ugye beküldtük egymásnak ezeket a híreket, aztán nyolc gyorsan mindenki végignyálazza, megnézték a klub közleményét, amely mondjuk, hogy vagy elegáns volt, vagy nem vagy elegáns, de azt elolvassuk az ember a komment szekciót, és tényleg azt beszéltük itt Martin, amíg vártunk rád, úgymond, hogy nem volt olyan, egyetlen olyan kommentet sem olvastam, amiben azt mondtam volna, hogy hát de miért nem jössz ide? Hanem az összes komment arról szólt, hogy jól teszi, az ő fejlődése szempontjából a legjobb döntést hozta, és igazából tényleg 100%-ig ezt a fajta mondjuk így hozzáállást olvastam a klub hivatalos közleménynek a komment szekciójában, tényleg ott mindenki támogatta a Fazekas Gerit, és igazából számomra ez valami, nem is, ez volt a legfurcsább az egészben, hogy tényleg itt van egy csapat, mondjuk így egy olyan csapat, amelynek nem is titkolt vágya, nem is titkolt célja, és igazából mondjuk már a minimum a Final Four-ba kerülés, de igazából a hiányított bajnok ligája győzelem, és mégis azt mondják a szurkolók, hogy jól tette, hogy nem jött ide, és ez valami egészen elképesztő, és egyébként ugye meg lehetne nyilván azért, amióta elment Fazekas Geri, azért a sok víz lefolyt azon a bizonyos Dunán, ugye itt most azért abszolút volt egy edzőváltás, egy teljesen más szemléletű, aki hozta úgymond a saját emberét, amivel egyébként szerintem abszolút nincs gond, ő a Cindrisbe bízik, ugye olyan, tényleg olyan, mint valami másodedzője nagyjából, aki még azért tud pattogtatni is, ugye most leigazdák Pálmászont, és szerintem valóban az lehetett, amit te is mondtál, hogy meg át 21 éves, mindig elmondjuk, hogy 21 éves korban, sőt, ugye serdülő ifi korban, junior korban, az a legfontosabb, hogy az ember játék tapasztalat gyűjtsön. Valóban az van, hogy attól féltették sokan itt, ahogy olvastam meg, hát mi is erről beszélgettünk, attól féltettek a legjobb, hogy ideigazol, és tök jól néz ki, hogy van egy nagyon jó játékosom, magyar, egy magyar nagyon jó játékos a Veszprémben, de hogy mennyi játékideje lenne, és ugye
nagyon fontos kérdés, ugye most beszélgettünk már a válogatott kapcsán Lékairól is, hogy azért én azt gondolom, hogy most azért a Fazekas szerintem a Lékait úgymond kis túlzásra nyilván nyugdíjba küldte, de ez nem csak az ő teljesítmény múlt, hanem azért is, mert Léka ugye már úgymond visszavonult, és hát ő valószínűleg ő lesz az első számú irányító szerintem a válogatottban, vagy ballőve, attól függ, melyik pozícióban számít rá Csema. És ha őnek a legfontosabb az, hogy játszon, minél többet játszon, és azt gondolom, hogy most a Plockban látszik, hogy azért nagyon számítanak vele, nagyon jó játszik, rendkívül, tényleg lehet látni rajta, hogy élvez is a játékot, és szerintem azt nem akarta megkockáztani, úgyhogy idejön, és hát azért tudjuk, mert nem gondolom azt, hogy Xavi Pascal helye valamikor meginogna, de azért tudjuk, hogy a világ élvonalában lévő csapatoknál azért ott is van azért meglepetések, ott is vannak edzőváltások, hogy lehet, hogy igent mond, aztán lehet, hogy egy tök másik edzőn, aki tök másik játékosokra hagyakozna, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem ő, ahogy ti is mondjátok, szerintem nagyon jó döntés hozott, és hát abban a szempontból viszont akkor aggasztó, hogyha Fazekas Geri nem jön a Veszprémbe, akkor vajon melyik magyar játékos fog jönni a Veszprémbe, mert azért itt tényleg van egy Ligetvári Patrik, aki én úgy látom, de én nem látom az összes meccset, ezt mindig elmondom, bajnokikat azért nem szoktam látni, hogy azért még talán kevesebb szerepet kap, mint tavaly kapott, nem tudom, ez most már kicsit változott szerintem, de az elején, mintha úgy tűnt volna, úgyhogy ő az egyetlen zászlóvivőnk most éppenséggel, és hát akkor van egy olyan válogatottunk, amely azért olimpia, tehát azért nagyon jó eredményeket ér el, és mégis ott vagyunk, hogy a legnagyobb, vagy a legjobb klubjainkban elvét vannak csak magyarok, és inkább a szegedi részén vannak a kulcsjátékosok, úgyhogy ez nagyon nehéz lehet, ezt egyébként szerintem veszprémi szurkolóként ezt megélni, vagy átélni, vagy elfogadni, de azt gondolom, hogy meglepetésem, vagy megdöbbenésem, mert tényleg a racionalizás győzött a szurkolók szemében is, és azt látom, hogy nagyon szeretik a Gerit, és nagyon jót akarnak neki, és megmondom őszintén, Barta Csaba nyilatkozatában is ezt nem, most nem gondolom egy reklámfogásnak, hogy valóban azt kívánja neki, hogy a fejlődés szempontjából a megfelelő lépést tegye meg, és ha ez az, akkor ennek kell lenni, és akkor ezt le kell nyelniük, és ezzel kell együtt élnünk, de én azt gondolom, hogy jó döntés hozott Geri, és hát nagyon sok sikert kívánom neki, hiszen egy nagyon jó fazekasra nagyon nagy szükség van ennek a válogatottnak. Úgyhogy hajrá, Geri! Tomi, hogyha ide már nincsen, itt éjfél után egy jó megfejtéssel, akkor szerintem le is zárhatjuk a mai adást. Sok mindenről beszéltünk, és hát fogunk is még nyilván, ahogy említettétek, most lesz még néhány bajnoki meccs, utána pedig egy válogatott szünet, ahogy szintén kiemeltük, Szlovákiával és Finnországgal játszik majd a magyar csapat, és utána pedig, ha visszatérünk, akkor hamarosan jön a szezon első Szeged-Veszprém mérkőzése majd Szegeden, úgyhogy szépen zajlik itt férfi kézilabdában is az élet, természetesen nyomon követjük majd az eseményeket, ahogy a női kézilabda aktuális történéseit is, úgyhogy kövessetek minket minden létező platformon. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Köszi, sziasztok!